Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, az egybegyűlteket és a panelban résztvevőket. Egy nagyon rövid bevezetőt fogok tartani a mai rendezvényről magyarul. Ezt Mr. Csomsz ideig hallgathatja fordításban. Majd ezt követően minden, amit elhangzik a színpadon, angolul fog elhangzani, úgyhogy aki ezt így nem tudná követni, az még most szerezzen be, ha még nem szerzett be fejhallgatót. A mai rendezvényt a Lehet más a világ hálózat szervezésében prezentáljuk önöknek. Ez egy aktivistákat és civil szervezeteket tömörítő hálózat. Rendszeres klubunk a Lehet más a vasárnap egyik külön kiadása ez a mai. Ami történik fog, az tulajdonképpen kérdés és válasz kérdések és válaszok alapján történő eszmecsere. Fontos elmondanom azt, hogy a tolmácsok, profi tolmácsaink, akik facilitálni fogják ennek az érthetőséget, ők önkéntesen ingyen végzik ezt a munkát. Ezután is köszönjük nekik. Tolmács berendezések és a terem bérleti díját viszont szűkös kereteinkből kellett kifizetnünk. Ehhez nagyon szívesen vennénk a nézőközönség hozzájárulásait. Ez a kis bödön fog körbe menni. Ebbe kérjük, hogy hát a megjelentek száma fényében úgy körülbelül 500-600 forintot tessenek, ha tudnak beletenni, illetve kínáljuk portékáinkat, a tudományt és a divat cikkeket kín a standon. Akkor még röviden magyarul bemutatnám vendégeinket. Professzor Noam Chomsky, az MIT-ről, Massachusetts Institute of Technology. Jobb oldalon ül Csilla Gábor, kultúr, antropológus, aktivista, a zöld fiatalokat is képviseli, és bal oldalon ül Erhard Miklós, független képzőművész. Chomsky írásainak lelkes fordítója és informálisan terjesztője is különböző listákon. Mr. Chomsky, very warm welcome to you. Még egy dolog, amit fontosnak tartok elmondani, tehát a két kérdező társam fogja megindítani a beszélgetést. De nagyon szívesen veszik természetesen a közönség hozzájárulását is ez az eszmecseréhez. Ennek technikailag az lenne a módja, hogy papíron, írásban kérjük, hogy nyújtsák be a kérdéseiket. Ezt Vida Viktor fogja összegyűjteni, itt látják elől, és én fogom ezt hangosan föltenni. Ez körülbelül másfél óráig fog így zajlani, és az utolsó fél órában lesz lehetőség arra, hogy senkiben ne szóljon benne kérdés vagy mondani való, hogy körbeadjunk egy mikrofont, de a jobb vezethetőség és folyamatosság érdekében az elején írásban kérjük ezeket a kérdéseket. One more thing which I'd like to say, and I think it's important to say, is that this meeting came together as more or less as an activist meeting. We are not professionals, we are not academists. What we are into is day-to-day doing things and activism. So I pass the word on to Gábor Csillag to start up with warming up questions to you.